mondok egyet. Úgy nézel ki, mint... Egy harcsa. Egy harcsa. Mert bekapják a csalit, és ugyanilyen satnya bajszuk van. Fogd Pega! Figyelj, Bicoletto, hozzád hasonló gyerekeket eszem reggelire. Csak megmártom őket a csokoládámban, és nyam, finiti! Na, tessék, nevezd be! Mindent megteszek azért, hogy lejárassalak. Jó kis verseny lesz, mi? Bocsi, ma nem adok autogramot. Leteheted a kezed. Ha-ha, Luca, bravo, megcsináltuk! Giulia Marcovaldo. Ciao, Giulia. Egy fős csapat? Idén nem. Luca Paguro. Alberto Scorfano. Oké, ragazzi, egy hetünk van edzeni. Pronti, ai posti, via! Bízz csak rám. Várj, mi van? Minden évben másmilyen a tészta. Muszáj felkészülnöd mindenre. Lehet cannelloni, penne, fusilli, torfie, vagy akár lasagne. És használnod kell forkettát. Ez a szabály. Ah, szabályosan. Felrobbanok. Szentséges iszap. Nem, nem megy. Tudom, tudom. Ne feledd, Bicoletto. Forza, Luca, ne hagyd, hogy összezavarjon. Képes vagy erre? Oké. Okay. Silencio, Bruno. Indulás. Gondolom, az emberek így szoktak úszni. Ó, hát ez elég kínos. Látsz tengeri szörnyet? Nem, de látok néhány csalit. Jaj, ne! Ez Ercole! Gyerünk, gyerünk! Luca, gyorsan, gyorsan! Ercole! Elcsúsztam! Csicsó, pofoszt fel! Megint! Megint! Fasz és sémó, Ercole! Hova lett a másik fiú? Cosa? Ercole, kikávoloztál, hogy Bernardo, Ma sei mata, Giulia! Ez gyapjú! Nem lehet vizes! Csicsó, szárítsd meg! Subito! Luca! Alberto! Jól vagytok? Persze! Jól, jól! Hát, szerintem már eleget edzettünk. Igen, így van. Igen. Á, Csicsó! A motor! Szép lassan meglógnak! Á, Guido! Pafasz fel! Per mille sardine! Ne finomkodj!